kiindulok nagyapámból, volt 8 gyereke, és onnantól kezdve bárki, aki elköltözett tőle, ő nem szólt bele azoknak az életébe, de nem is nagyon foglalkozott azzal, hogy mi történt velük. Tehát ez körülbelül olyan elve működött még a 20. század első nagy részében, mondjuk a 70-es évekig, hogy mit tudom én, lányom vagy fiam. Mondjuk neki ugye 7 lánya volt, ezért könnyen mondta azt a lányainak, hogy jól meggondoltad, hogy kihez mész férhez. Mert onnantól kezdve leszakítottad azt a virágot, akkor ide-vissza nem jössz. Tehát nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát régen ez így működött. Ez azt jelenti, hogy valaki elment a szülői háztól, oda már nem költözhetett vissza. Tehát úgy kellett választania. Magyarul azt mondta, szülő, te választásod, engem innentől kezdve ne terhelj azzal, hogy hogy élsz a saját férjeddel, vagy saját feleségeddel. Na most, 70-es évektől szépen ezt elkezdték másként csinálni a szülők. És elkezdték úgy, hogy hát ha megnézed, most a szülők egy az egybe átveszik a gyerekek problémáját. Egy az egybe. Rég elköltöztek, mégis átveszik a problémáikat. Persze mondom, az egy más helyzet, mert ő is, akivel együtt maradt, ugye az egyetlen fiával maradtak együtt, annak ugye hát nem tudta megcsinálni azt, hogy ne vegye valamilyen szinten át a problémáit, mert hát együtt laktak, de többivel. Na most ugye ebben a világban még inkább szétköltöznek az emberek, sőt, nem úgy csinálják, mint hogy a 8 gyerekből az 5 ott maradt a faluban, 1 ment a szomszéd faluba, 2 pedig Budapestre. Tehát a többség az ott volt a faluban. Ami azt jelenti, hogy annak, aki ott maradt a faluban további 4, annak elég jó átvehette volna a problémáit, de egyáltalán nem vette át. Világos ez? És ezáltal mindenki a saját életét élte, és nem is terhelték a gyerekek, a felnőtt gyerekek, a szüleiket, hogy nekik milyen problémájuk van. Mert mit csináltak volna, például egy párkapcsolati gondokat mondtak volna, hát figyeld, azt mondta volna nagyapám, hogy te szakítottad, akkor szaguld. Ezt mondta volna. Na most mai világban pont ellenkezője van, a szülők terhelik a saját problémáikkal a gyerekeket, a gyerekek felnőttekről van szó, a felnőtt gyerekek terhelik a szüleiket a saját problémáikkal. Tehát ezt szépen megtanították az embereknek, hogy ne csak a saját problémáiddal foglalkozz. Miért? Nagyon egyszerű. Mert egy embernek általában 2-3 problémája van maximum. 2-3. Na most a 2-3 problémával általában az emberek elboldogulnak. De az embernek már 4-5-6-10 problémája van, avval már nem boldogul el senki. Na most akkor térjünk még egy kicsit vissza. Hogyan csinálták ezt a 70-es évektől? Ennek még van egy előzménye, az 50-es évek. Az 50-es évektől indították azt, hogy onnantól lehetett ezt csinálni, amikor beindult a tévé. Ugye Amerikában már jóval előbb beindult a tévé, én már nem is tudom, egy 30-as évektől, vagy mikortól indult be a tévé, valahogy így. Ugye Európába később jött át. Magyarországon ugye 58-tól van tévé, tehát rendszeres tévéadás, és az azt jelenti, hogy 58-tól volt Magyarországon lehetőség arra, hogy azt a problémát, hogy mi van a világban, azt rázúdítsák az emberekre. Mert addig, hogy rádióban hallották, az ember nem biztos, hogy elképzelte magába, hogy mi van a világban. Most kit érdekel, érted? Amikor már látja a szemével, hogy mi van a világban, az már azért durva. Tehát például ugye, mikor az ember tanul, akkor vagy információt elsajátít, akkor elsősorban a szem az az érzékszerv, ami által a legtöbb információt el tudjuk sajátítani, az összes többi 4 érzékszervünkkel
nem tudunk annyi információt elsajátítani, mint a szemünkkel. Ezt jó, ha tudod. Tehát hiába van 5 érzékszervünk, a további 4-gyel összességében közelébe sincs az annak az információnak az elsajátítása, amit a szemünkön keresztül vagyunk képesek. Tehát a szem általi elsajátítás kb. 70% és az összes érzékszer mindössze 30%. Na most ezért addig, még csak rádió volt, ez az együttérzéssel különösebb gond nem volt. És az 50-es évek végétől beindult Magyarországon a tévé, és ugye már a 60-as években rendszeres tévéadás, ahol tudták nyomni azt, hogy mi van a világban, és azt, hogy mekkora konfliktus van az oroszok meg az amerikaiak között, meg stb., meg a nyugat meg a kelet között, hogy az emberek azok féljenek, érted, és együtt érezzenek ezzel a néppel, meg együtt érezzenek azzal a néppel, de ellenségesnek tekintsék azt a népet, meg a másikat, stb. Ez onnantól indult. Tehát ez volt az előzmény. Majd jött a család. Oké? Okay? Hogy milyen az ideális család, meg jöttek a filmek, hogy a filmekben, hogy a szülők mennyire együtt éreznek a saját felnőtt gyerekeikkel, stb. Akkor jött az, hogy a filmekben egymásnak a problémáiról beszélgetnek. Hát régen nem ment át az egyik szomszéd, pedig a szomszédok összejártak, de nem ment át azért, hogy megossza a másikkal a problémáit. Nem volt ilyen. Az a 70-es évektől indult a tévé hatására, a 70-es évek elejétől. A tévé hatására, hogy az emberek elkezdtek problémázni egymásnak. Világos ez? És az azt jelenti, hogy belenevelték az emberekbe az együttérzést. Az egy igen alacsony hangulat, tehát nem egy jó hangulat, hanem igen alacsony. Sőt, a félelemnél rosszabb hangulat. Na most, ugye a félelmet mindenki érzi, hogy az milyen rossz hangulat. És te azt akarják, hogy együttérző legyél, ami azt jelenti, hogy a félelem alatti hangulat. Tehát a félelemnél rosszabb hangulat. Tehát az embereket le akarják taszítani, már részben sikerült, a félelem alá, a félelem alatti hangulati szintre, az együttérzés szintjére. Azért, hogy te meghallgass problémákat, mások problémáit, és nyilván, mivel az nem a te problémád, ezért te nem tudod megoldani. Világos ez? Tehát mivel nem a te problémád, nem tudod megoldani. Miért? Melyik világ problémát oldottad már meg a világban? Egyet se. Jó, ugyanúgy nem tudod megoldani a szomszédnak a problémáját se. Sőt, akármilyen hihetetlen, a legtöbb szülő a felnőtt gyerekének a problémáit sem tudja megoldani. Ennyi. Ha meg megoldod a problémáját a saját gyerekednek, abból még lehet, hogy nagyobb gondod lesz, mert a gyereked nem fogja ezáltal megtanulni a saját problémáinak a megoldását. Világos ez? Na szóval, lényeg az, hogy gyönyörűen eljutottunk ebbe a korszakba, ahol az emberek gyönyörűen meghallgatják mások problémáját, és ott el vannak mindenen ájulva, hogy jaj, micsoda problémák vannak a világban. Mennyi halott van, mennyi beteg van, jaj, mennyien vannak lélegeztetők, jaj, csak ezt hallani a kommunikációban. Nézzétek meg. És tudsz te ezen változtatni? Csak kérdezem. Tehát tudsz-e azon változtatni, hogy mennyi halott van? Nem. Tudsz-e azon változtatni, hogy mennyien vannak lélegeztetőgépen? Nem. Tudsz-e azon változtatni, hogy mit tudom, éppen mennyien betegedtek meg tegnap? Nem. Akkor minek hallgatod meg? Magyarul az a te problémád lett, érted? Neked lett egy új problémád? Minden problémát, amit meghallgatsz, mivel rávettek arra kiskorodtól, hogy együttérzés, onnantól kezdve bárki terhel, akár média, akár mi, bárki terhel problémával, neked egy problémál több van. Az azt jelenti,
hogy minél több problémád van, annál rosszabb állapotba kerülsz, annál inkább süllyedsz a depresszió felé. Na erre mi a megoldásod? Nekem van, nekünk, akik itt tanulunk, van, de a többieknek? Hogy fogják ezt megoldani? Tehát évtizedek óta, szó szerint évtizedek óta elhangzott a bevezetőben, évtizedek óta foglalkozok emberekkel, évtizedek óta megfigyelem, hogy a rossz hangulat milyen hatással van az emberekre. Hogy az életüket hogy tönkreteszik azzal, hogy hagyják, hogy rossz hangulatba kerüljenek. És akkor kérdezem most, ugye nem tőletek, akik itt tanultok, mert nektek van megoldásotok. Kérdezem azoktól, akik nem tanulnak itt. Hogy nekik mi a megoldásuk? Ja, hát hallgatják ezt a díjmentest. Aha, és ebben adok módszereket. Na majd bolond leszek. Nem is fogok. Oké? Tudok beszélni arról, hogy milyen vagy és milyenné kell válnod, arról tudom. De az, hogy hogy juss el oda, arról nem fogok. Tehát, ha neked a csere az luxus, akkor köszönöm szépen, nem kérek belőled. Oké? Tehát magyarul te csak kapni akarsz, de cserében nem szeretnél adni, akkor köszönöm szépen, én nem kérek belőled. Oké? Lehet, hogy te nem tudod, hogy mennyiért adjuk a képzéseket? Nézd körül, hogy a bármilyen személyiségfejlesztő jellegű képzést, vagy spirituális képzést, vagy tanfolyamot óránként mennyire adnak. Nézd körül. Na azt oszd vissza mondjuk 6-tal vagy 10-zel, és az a mi tandíjunk. Óránként. Az azt jelenti, hogy hol kapsz te 330 forintért tudást. Használható tudást. Hol kapsz te mondjuk az első hónap ettől eltér, mert az pont duplája. De az csak egyszer. És utána hol kapsz még mondjuk 3 évre árgaranciát arra a 330 forintos óradíjra. Tehát valakinek ez a csere túlzott, ne tanuljon itt. Az tanuljon ott, ahol akar. Van tapasztalatom az emberekkel kapcsolatban, nem átlagosan. Csak én ezt nem akarom magamnak megtartani. Miért? Mert ugye elmondtam az elején, hogy azért tanulunk itt, hogy az élethelyzeteiket megoldjuk. Azért tanulunk itt, hogy a problémáinkat megoldjuk. Azért tanulunk itt, hogy a problémáinkat megelőzzük. Azért tanulunk itt, hogy a céljainkat megvalósítsuk. És ezekben azért is tanulunk itt, hogy ezekben tudjuk, amit most felsoroltam, tudjunk segíteni másoknak. Mert az ember egy alkalmazkodó lény, és a környezetedben mindenki csak panaszkodik, és nem oldja meg a problémáit, akkor te nem leszel jó állapotú sose. Világos ez? Te csak úgy tudsz jó állapotú lenni, hogyha a környezetedben lévők közül is egyre többen jó állapotba kerülnek azáltal, hogy képesek a problémáit megoldani. Érted?